most egy nagyon kellemes időben tudjuk köszönteni, vagy tudunk megemlékezni erről az igen fontos eseményről, amit a Buda Jenő életében nagy változást hozott 67 évvel ezelőtt. Itt körülbelül megközelítőnek 300 évig, 250-300 évig éltek svábok, és komoly hagyományokat hagytak ezen a településen. Szinte mondhatnánk, hogy egy homogén település volt 1946. április 1-jéig. Utána, amikor a kollektív bűnösség elve alapján egy nagyon rossz európai politikát követve megtörtént a németek büntetése, és nem csak a nagy Németország, hanem itt a Magyarországon élő németek büntetése is, hogy több évszázada itt ért hazájukból ki kellett nekik települni, és új hazát kellett találni Németországba. Most olyan helyzetben vagyok, hogy ez a második alkalom, mikor olyan küldöttség van itt Buda Jenőn, hogy itt az új emlékmű elét, ami 2006-ban avattunk, és azóta rendszeresen itt van a megemlékezési ünnepség. Köszönthetem a Gajdorfi polgármesteri hivatalt, a Gajdorfi képviselőket, Élikön Frank Zimmermann úrral, a polgármester helyettesével, Günther Kubin úrral, az alpolgármesterrel, és az őket kísérő két képviselővel. Tehát úgy gondolom, ez a második alkalom. Első alkalom az volt, hogy 2006. júniusában Ralf Egged polgármester úr volt az első, aki itt az emlékmű avatásán részt vett, és itt az avatáskor beszédet mondott. Tehát az eddigi megemlékezésünk óta, mióta ez az emlékmű áll, második alkalma vannak itt német küldöttségnek a képviselői. Úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés egybeesés, mivel ebben az évben fogjuk ünnepelni a 20 éves testvérvárosi kapcsolatokat, és ennek a rendezvénynek a tisztázása, megbeszélése alkalmából vannak itt. És ez is azt jelenti, hogy ami a múltban történt, azok nagyon súlyos dolgok voltak, de azt is jelenti, hogy a jövendő nemzedéke, akik most élnek, továbbra is tartják a kapcsolatot azzal a kitelepültekkel, akik innen kényszerből hagyták el Buda Jenőt. Nagyon sokan élnek Gajdorban, és nagyon sokan élnek itt Buda Jenőn is, akik még rokoni szálak fűznek egymáshoz, és azért, ha más nem, az előső időszakban telefonon, levélben, utána az első olyan testvérvárosi kapcsolatok, rendezvények voltak, amikor ezek a kapcsolatok most már szinte emberibbé váltak, és kölcsönösen, személyesen is tudtak a rokonok és a Buda Jenőnek találkozni a kitelepítettekkel. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövő nemzedékének a feladata azt, hogy ezt a szörnyű időszakot elfelejtve ápoljuk ezeket a kapcsolatokat, hiszen Gajdorf és Buda Jenő között nem egy formális testvérvárosi kapcsolat van, hanem emberi és rokoni kapcsolatok is egyben. És mi ezt a hagyományt évek óta, legalábbis 20 év óta ápoljuk, és úgy gondolom, hogy ez az év, amikor ez a 20 éves találkozóra is sor kerül, egy méltó esemény lesz arra, hogy ezt a kitelepítésnek egy régi rossz emlékét feledtetve egy nagyon baráti és jó kapcsolatba tudjuk azokat az emberekkel együtt, azokat a hagyományokat ápolni, amik a sváb hagyományok, vagy amit innen Magyarországról vittek Németországba a svábok. Bár a nemzedékek között nagy változás van, már ahogy én kint járok Németországba, hát a német svábok leszármazottan igen kevesen tudnak magyarul, de fordítva is igaz, az itt élő svábok is kevesen tudnak németül. Ettől függetlenül az a kultúra, ami a nyelven felül van, azok a szokások, ezeket mindig is ápoljuk, és ápolni is fogjuk. Buda Jenőn két olyan nemzetiségi kulturális egyesület, egyesület van, aki ezt ápolja. Egyszer ugye a korosabb képviselők, a Buda Jenő vegyes kórus, másik pedig a fiatalabb generáció, a Ringline táncsoport, akik Buda Jenőn ezeket a hagyományokat ápolják. Júniusban lesz mód találkozni arra, hogy a Gajdorfiak is elhozzák az ő szokásaikat, és itt a Buda Jenőkkel együtt közösen megünnepelhetjük ezt a 20 éves kapcsolatot, és egyben valóban egy olyan baráti és emberi, és akár családok közötti kapcsolatokon keresztül is továbbra tudjuk ápolni
ezeket a kapcsolatokat, amik azért nagyon fontosak mindannyiunk számára. Én úgy gondolom, hogy mi nekünk független attól, hogy mennyire, mert itt azért nem mindannyian vagyunk ebben a településen svábok, de mindannyiunknak érdeke az, hogy ez a kultúra fönn maradjon. Budajenőn, ugye a budajenői székelyeknek, akik ugye svábok helyére települtek ide Budajenőn, ugyanúgy a sváboknak is az a céljuk, hogy ez a település virágozzék, és ezek a kapcsolatok, mind a két testvér településsel, most elsősorban Gajdorfról beszélünk, ezek virágozzanak. Ez mindannyiunkon múlik, és az, hogy ez a küldöttség ide érkezett, és pont ezen a napon ilyen tárgyalásokat folytattunk, ez is azt jelenti, hogy mind a két település számára igen fontos ez a kapcsolat, és ezt a kapcsolatot továbbra is ápoljuk, és a jövő nemzedékének át kell adni, függetlenül a nyelvi ismeretektől, mert a kultúra az egy picit talán még, kultúra és a szokások talán egy kicsit fölötte van. Én úgy gondolom, hogy ez a megemlékezés is, ami ezen a szép napon, ugye kitelepítés 67. évfordulóján, ez is azt tükrözi, hogy ez az emberek őrzik az emlékezetükbe, ezt a nagyon szomorú időszakot, viszont az emberek pont cselekszenek és változnak, és ezeket a kapcsolatokon keresztül kicsit eltávolodnak ezek a problémák, és próbáljuk elfelejteni, és az új rendszer, az új generáció, az új kapcsolatokkal, ezekkel kell a jövőben építeni, hogy ne távolodjunk el egymástól, bármilyen messze vagyunk, hanem legyünk egymáshoz közel. Én úgy gondolom, ezeknek a megemlékezéseknek nem csak az a célja, hogy szomorú dolgokról beszéljünk, hanem arról is, hogy ezeket a szomorú dolgokat hogyan tudtuk átélni, hogyan tudtunk átalakulni, és hogyan lett ebből egy méltó és nagyon színes emberi és települések közötti kapcsolat. Tehát én ezt kívánom mindannyiuknak, hogy hát ebben a szellemben ezek a kapcsolatok tovább folytatódjanak, és köszönöm, hogy a német delegáció ezen a napon megérkezett hozzánk, és köszönöm azt is, hogy ennyien szép létszámmal azért megjelentek ezen a rendezvényen, és hogy körbenézek, itt nem csak svábok vannak, hanem budajenői lakosok, és nem budajenői lakosok is, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a megemlékezés méltó alkalom arra, azokra az új kapcsolatokra, ami Budajenő, Gajdorf és a kitelepítés, megemlékezés kapcsán a jövőben generációkon keresztül meg fog történni és meg fog változni. A további műsorhoz kellemes jó szórakozást, és köszönöm, hogy önök eljöttek, és megemlékezhettünk erről a fontos dátumról és eseményről. József Kánter, hány?
Heimvi, Fum Heimartort Damasfort, in Fremdenland unbekannt. Fremderoite nog heute, auch Dorf und Stadt, was ich da hab. Muss hier sein, fühl mich allein. Der Heimatnah, dem Kirchturm sah, war lange fort vom Heimatort. Im Tale liegt, was mich beglückt, zwingt Tränen raus, ich bin zu Haus. Das Haus der Ahnen. In meinem kleinen Dörfelein, dort stand ein Bauerhaus. Da gab's für mich den Sonnenschein, fröhlich ging's dort ein und aus. Wo ich die Welt erblickte und der Mutter Wiegellied mich in den Schlaf wiegte, das Bild ja in mir blieb. Vorbei sind die Kinderjahr, schon längst die schöne Zeit, wo wir beisammen waren, im Freund wie auch im Leib. Auch Schicksalstürme kamen, getrennt sind wir von dort und uns das schöne Namen, den trauten Heimatort. Wenn ich zum Plätzchen gehe, wo einst das Hütchen stand und im Geiste Stimmen höre, die mir so gut bekannt. Lobbant keszkelő, hol is vagyok egy szalmos álmodó, helyezkedik a csontozott úton, kis szád az nemzet iszkák álszozó, zúzódik sziszen iszad és buzó, de fönn a hegyen ágyat mondtak ő, mint egykor melléd, melléd leülök, bajos széljaját csendben hallgatom, csak hulló hajam, rebes vállamon. Ó, szív nyugodj, fad, borog a hegyét, szerelem szólam, én cselek felém, pirkadó madár, karcsú koronás, de áttetsző, mint minden látomás. Thank you.
sehr geehrte Gäste, an den heutigen Gedenktag denken wir an die Familien, die am 1. April 1946 aus Terki und Budajene ausgesiedelt wurden, an der jener von der Stadt ihren Staatsangehörigkeit und alle Güter genommen hat und nur mit einem Paket vertrieben wurden. Familien, Witwen, Waisen, Alten wurden vertrieben, deren Ehemänner, Vater, Söhne im Weltkrieg als Soldat dienten. Viele gaben ihr Leben für Ungarn oder sie wurden für Zwangsarbeit vertrieben. Die Ungarndeutschen wurden nach dem Weltkrieg für Karnickel ausgesprochen und die Parteien der demokratischen Parlament, abgesehen von wenigen, stimmten für die Vertreibung der Minderheit. Aber Respekt vor den wenigen Vertretern wie Stefan Bibo, die ihre Meinung dagegen äußert haben. Die Ahnen der Ausgesiedelten haben viel mitgewirkt bei der Neubau des Landes nach dem 150 Jahre langen Türkenherrschaft und haben mit ihren Steuern und Fleiß mitgeholfen für den Wachstum Ungarn. Die Vertriebenen haben das Land wirklich nur mit einem Paket verlassen, aber die Lebenden sagen immer noch, dass Ungarn zweite Heimat ist. Die meisten wurden keine reichen Bürger in Deutschland, aber helfen immer noch mit Spenden der Jener und Telkier Gemeinde. Sehr geehrte Gäste, wir sollen heute diese Leute ehren und sollen dafür tun, dass so etwas nie wieder passiert. Tisztelt résztvevők! A mai megemlékezésünkön azokra a Telkiről és Budajenőről 1946. április 1-én kitelepített családokra emlékezünk, kiket állampolgárságoktól és vagyonuktól megfosztva egy batyúval kiűzettek Magyarországról. Elűztek családokat, özvegyeket, árvákat, időseket, kiknek férjeik, édesapjuk, fiaik a háború alatt katonaként szolgáltak. Sokan életüket adták a hazáért, vagy hosszú évekre hadifogságba kerültek. A magyarországi német népcsoportot a háború után bűnbaknak kiáltották ki, és a demokratikus országgyűlés pártjai egyes részletektől eltekintve a népcsoporttól való megszabadulásra szavazott. Ugyanakkor tisztelet azon kevés képviselők előtt, kik ellenvéleményüknek hangot adtak. Ilyen volt például Bibó István. A kitelepítettek ősei a 150 évi török uralom után munkájukkal hozzájárultak egy ország újjáépítéséhez, és példás adófizetésükkel, szorgalmukkal hozzájárultak Magyarország fejlődéséhez. A kiűzettek 1946-ban szó szerint egy batyúval távoztak, de akik még élnek közöttük, még mindig második hazájuknak tekintik ezt az országot. A legtöbbjük nem lett gazdag ember Németországban, de mindennek ellenére azóta is sok batyúnyi adományjal Budajenő és Telki falu közösségét segítették. Tisztelt emlékezők! Hajtsunk fejet ezeknek az embereknek az emléke előtt, és tegyünk róla, hogy soha többé ilyen ne fordulhasson előtt.